Filmkedvelőknek, lokálpatriótáknak, Szilice egykori szülötteinek mutatták be a településen született, ma már Kassán élő Máté Lászlóról szóló két dokumentumfilmet. A Nyugalomra a pokolban leltek című 30 perces dokumentumfilm nagyapja sírjának felkereséséről szól az Isonzó völgyében. Máté László először 2013-ban járt az isonzói csatamező helyszínén, majd több európai katonai levéltár felkeresése után sikerült megtalálni nagyapja, valamint több ezer magyar katona sírhelyét, akik az első világháborúban, Olaszországban, az Isonzó völgyében vesztették életüket. Ami szinte megdöbbentő, hogy csak a felső Isonzó völgyében több mint 100 000 magyar katona van eltemetve, közöttük az én nagyapám is. 2014-ben az első világháború kitörésének a 100. évfordulójára írtam egy kis könyvecskét, valahol itt van, és ennek a könyvecskének van egy 10 oldalas szlovák összefoglalója, szlovák nyelvű összefoglalója, és a szlovák televízió kassai stúdiónájának az egyik szerkesztője ezt a szlovák szöveget elolvasta, és mondta, hogy ebből jó lenne egy kis filmet készíteni. 2014-ben nem jött össze. A csoda 2018-ban történt meg, amikor szeptemberben felhívtak, hogy egy hónap leforgás alatt kell, hogy elkészüljön a film, mert november 11-én a nyugati békekötésnek a 100. évfordulóján kerül bemutatásra főműsorban a szlovák televízióban. A második film, amelyet a Szepsi Bódva stúdió készített, Máté Lászlót mutatja be. A film címe Ahonnan elindultam. A film megtekintése után baráti beszélgetésre került sor a helyiek, Máté László, valamint a filmet elkészítő T. Nagy Imre között. Engem is meglepett ez a portréfilm, mert ahonnan elindultam. Én szerintem az üzenete az, hogy az ember a szülőföldjéhez hogyan kötődik, a anyanyelvhez, a hagyományokhoz, a nemzeti kultúrához, és ez valamilyen összekötő kapocs és üzenet azoknak, akik majd utánunk jönnek. Mert hát, ha az ember már 2 hetes van a vállán, akkor már érzékeli, hogy az elmúlás is itt jár körülötte, és ezt, hogy éppenséggel így a Bódva stúdió igyekezett rögzíteni, és elkészítette ezt a filmet, nekem mindenképpen kitüntetés és elismerés. Nekem az volt a célom, hogy egy ilyen embert bemutassak, főként a vidéki lakosságnak, a reményt vesztett embereknek, mert ő is úgy indult, akár csak én, hogy kisfiúkorunkban nem sok reményünk volt, hogy egyáltalán kifutjuk a formánkat, így mondanám modern nyelvhasználattal, mert abban az időben még faluhelyről nem sokan mentek el középiskolába érettségizni. Tehát ez egy olyan ritkaság volt. Aztán csodák csodája, mégis csak kifuthattuk a formánkat, és csodálatos novellákat olvastam tőle. Azt hiszem, ezek tették rá a pontot az ire. Egyszer egy hideg szobában télen a kezembe került a Kincses kalendárium, és ott volt a Sirató éjének lovainkért című novellája, amelyről a filmben is beszélünk. Hát, mintha csak a saját gyerekkoromat éltem volna újra. Ő érzi azt a kötöttséget, amit gyerekként átélt, és a gyerekkori emlékei őt visszahúzzák Szilicére. Egyfajta párhuzamot érzek az októberben megvalósult Gordon László képkiállításával is, mivel ő is Szilice szülöttje, ő is visszatért Szilicére, és ez a képkiállítás is Szilicén valósult meg olyan terjedelemben először. Tehát érezhető azoknak az egykori szilicei lakosoknak a kötődése, akik most már máshol vannak, hogy Szilice bennük a gyerekkorukban mély nyomot hagyott. A Máté Lászlóról szóló dokumentumfilm premierje Szilicén volt. Azonban hamarosan bemutatásra kerül mindkét film a Magyar Közszolgálati Televízióban.